Hello, hello, sziasztok, és üdvözlök mindenkit. Elviekben, ha mindenki úgy szeretné, akkor elviekben készen állunk mindenre is. Így van. Oké, hát szerintem ne is húzzuk tovább az időt. Csöppenjünk is vissza, üdvözlök mindenkit. Vissza. Kerültünk ismét a szolgálatba, nem állunk meg, megy a gyártása a tartalomnak, annak a bizonyosnak. Nézzük meg, hogy a mai szolgálat mit tartogat Viktor számára. Nos, még nem rúgtak ki a rendőrségről, ahogy elnézem a lakatot, úgyhogy kezdjünk is bele. Szolgálatba lépünk. Platformon, és hát akkor szolgáljunk és védjünk, vagy mi az Isten. És akkor menjünk is tova a dolgok feléje. Már előre látom azt, hogy probléma az ital mélységével, úgyhogy ezt gyorsan megjavítjuk ezt a problémát. Erőt egészségen! Jó estét kívánok! Jó estét! Ó, basszus, nem vagyok szolgálatban. Közel volt. Picit izgulok, basszus, és nem tudom miért. Nem tudom, picit verszívom. Talán le kéne állnom a kúra fogyasztása. Ja, na. Hát akkor megyünk. Szépen a dolgokat. Vegyünk ki egy zseblámpát, egy gumibotot, egy sokkó, meg egy EVB-t. Az EVB-t tárazzuk be. Van már pisztoly össze. Tetszik a kalapja, uram? Köszönöm. Rendszeresítésben itt a polcokon még mindig nem láttak pisztolylőszert, a nagyot vegyük nagy ki és... Tárosat, nagy tárosat, tárosat használja. Vettem, parancs. Hú, az én pisztolylőszerem is gatyám van. Vászolj Viktor, 10-8, erőt egészsége. Erőt egészsége, tisztelem. Nem, ezt még most sem veszük meg. Na, nézzük meg, hogy mivel élünk. Már fogalmam sincs, mi volt a jászló. Azért rájöttem. Aha. 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 Kollégák itt a kórházban megoldják. Pozitív. Mr. Malkov. Tolja a rádió, nem itt tolni kell ilyenkor a rádió. Valaki kapott egyet, és nem tudom, hogy én most... Hát... És is van a rádióm? Ismételje meg, kérem. És is van a rádióm? Megint nem lehetett érteni, hogy sem. Mindegy, akkor. Jelenleg a csávon. A pingpong, hogy elzúrítja. A show, nem csau. Tisztelt, 18 est. Tisztelet. Nekik vannak a szoliban.
nekünk. Szücskét ismerem, Novát ismerem. Ja, jó. Toljuk neki. Halló, tessék. Melyik már? Ó, várjál pillanat, valakinek nagyon csodás. Úristen, jó napot kívánok, hogy telt a nap eddig jól, nekem is. Ügy. Az baj. Jó. Hát, igen. Nem erre szállítottam. Azt mondja, hogy akkor kérünk egy választást. Nola Quinzer és Shao Feng. Szép napot, itt Vászló Viktor. Nola Quinzert vagy Shao Fenget szeretném kérni beosztás ügyileg, hogy be tudná osztani valahova? Persze, megoldjuk. Dragoszláv 18. Az igen. Nagyobb a baj. De ja, megoldjuk már a kobot. Nagyobb baj. Mi a baj? Hol van, Shao? Jöjjön a garázsba. Hát akkor mindegy. Négyes megkezdi a járőrt három kőben. Hallod? Ugorjál már! Kijött neked beosztás, köszönöm. Szóltam. Jó, Istenem. Nézzük meg, hogy beosztások szerint. Beosztás, nem vagy a nálam. Ez az ügyletet én beírtam. Wow. Kollégák, minden szabad egységet megkérek, hogy bevetésibe öltözzön be, garázsba, mindenkinél M4. Lenne, nem uram. Flúrereket vegyenek elő. Vajkot elrabultak. Flúrereket vegyenek elő, garázsba várjanak. Mindenki bevetési M4. A szituáció lesz. Mm. Folyvöpös egység visszatér a kapitányságra. Kezdenek. Hát 5 perce van mindenkinek elkészülni. Jó, a gumibot nem fog kellene. Hogy megvan minden egység, hát, akkor jelezzenek, és akkor rádió mondom, hova jöjjenek. De pörögjenek. Mert előbb felveszem a ruhákat. A dolgokat innen. Egyébként nem csodálkozom, hogy elrabolták őket, de tényleg én nagyon szerettem őket, de nem csodálkozok. 1002, na. M4-est kell kijönni, és... Jaj, megbotlottam. Pak. Van, nem férjem, utána esik meg. A faszomat akarok most elkülönni. Karabéból lát egy 3-at. Meg ezt nem tudom mennyi kell, mindegy. Kiragatás elég, átmegyek a 8-asra. A 8-asra? Jó, és még mondjuk kiveszek kettőt, és akkor így van nálam. Összesen. Jó. Alright. És akkor felveszünk a bevetését. Gyönyörű módon. És nem tudom mi lesz, ez full meglepetés. Az... Meg vannak? Készen vannak? Ja, meg hordozónak is. Hát én kész vagyok. Én te is. Igyekezzenek. Én már teljesen kész. Megyek le. Azt mondja, hogy... Kell egy... egy darab hordozó mellény. A hármas egység kész. Sisak. Szint úgy. Hozzám még egy ember befér. Vagy több is. Van a hordozó mellény, ezt látja valaki? Hordozó... Hordozó... Itt van az alsó parkolóban? Hát a trombitások nincsenek. Aha, hordozóhoz nincs itt. De itt van. Plin, jöjjön maga itt. Itt vagyok, parkoló. És hatot. Az inter. Katonasági hídhoz induljanak. Katonaság híd előtt a város felé a benzinkútnál álljanak meg. Jó, na. Egység. Jó, hogy egyszerre induljunk. Rádiózok, hogy mit látok. Oké. Valaki még jön a parkolóba? Shaw-t hívták, ő megközelíti a helyszínt, én itt föntről figyelek a dombról.
Jelölne nem látok gépjárművet, szak. Jaj. Jövök. Színvonalat a Saura pályán. Az éjszaka életben nagyon aztán megérték, hogy... Három gépjármű körülbelül 7 ember. Mi a szituáció? Elrabottak mola. Na, az még jobb. Magára minden, gondolom. Hát hordmellény az ahhoz szükséges dolgok. Azt nem hoztam, na mindegy. Történt? Jaj, ezt mindig elnézem, ezt a kanyarban, mindegy. Mi történt? Miért ilyenek? Mi történik? Ez új. Mi történik? Oké. Ez érdekes volt. Tehát nálam történt egy ütközés, ami nálam nem, és ezt okozhatta a problémát. Megproszmotor elhagyja helyszín. Hármas megérkezett a szóban forgó benzinkúthoz. Szóval ezt így használni a kicsim belül. Ezen mindkettest. Hogy jó? Ja. A baj, hogy a motoros az visszament az autópálya felé, tehát ezt lehet visszatűzték megfigyelőnek. Jó, de ne elbújj a benzinkútnál. Jó, jön vissza a cross motoros. Bújjatok el a benzinkútnál. Egy terepjáró elhagyta a helyszín, nem tudom hány főve. Híd alá mennek be itt a földúton. Küldök egy kordit, hogy hol vagyunk. Jelölöm. Gondolom, hogy hol vannak. Pisztoly legyen a kézbe azért. Ruhabóton átelem be a földes úton. Nem, itt tankolt a reptér mellett nyugatra part. Király újra egyesen. Korba küldtem a koordinátát, itt vannak lenn a parton. Igen, ja, megvan, megkaptuk. És náluk van a nulla? Jó, közelebb menni. Az itt Éva, Shao is, illetve Nada is ott van, mind a ketten engem elengedtek. Nagyjából 6 fő. Van AK-s, kiskaliberes és 3 gépjárművel. Amíg nem tiszta, amíg nem engedték el, addig nem kellett. Gépjármű indult be. Most végeztünk a bejelentéssel, esetleg bárhol segítség kell. Igen, interceptorból a fejfegyver kezdve jöhetnek. Fegyverzet? M4. Teljes bevetés. Nézzük. Baj van, gépjárművek elhagyták a helyszínt. Ezek. Szerintem mennek vissza az autó... Igen, az autópálya felé mennek vissza. A híd alatt fognak átjönni? A katonasági alagút után jönnek ki. Nem tudom, melyik irányba indulnak. Csáó, meg a többiek azok rendben vannak? Nem látok senkit, mindenki elhagyta a helyszínt, szerintem a Shao-t is elrabolták. De mit fognak kijönni? Nem vagy nem tudok. Jó, de azért csak követni kéne őket. Igen. Északnak vagyunk, délnek mentek. Gyalog, nem vagyok a parton. Az igen. Szembe megyünk. Hát, ha megtaláljuk őket. Az is lehet, hogy lent mennek a mocsárba. Nem, igen, én arra tippelek. Bírnak, mert, tehát hangsúlyozom, észak felé hagyták el, tehát nem a híd alá mentek be, hanem észak felé. Uh-huh. Ellopták a túregemet is. A
Hát egy... nálam van uram, megvannak, megvannak. A faszomat ebbe a terepbe. Sem kövessék. Hú, reggel jöjjön már ide vissza, mert én maradtam. Gyek. Egy SF 90, egy Evo. Meg egy Urus. Hol van a pontosan? Halálkonyos. Pattogos. Szar Explorer. Ott járnak kb. Tese? Ott járnak kb. Bejelöltem itt a GPS. Hol van a Tuareges? Megyek már, most megyek át a legúton. Tudták, hogy mindjárt elengedik. Kövessük. A Tuareges. Az Urus rendszáma egyezik azzal, amit megállítottunk, és... FDM-177. A két fekete húgyos ült benne. Igen. Vagy a résem, mert bárnak a lőjetnek bárhol. Titeket egy fekete Tuareg, ne lőjétek le, mert én vagyok. Vettem. Ez biztos a Tuareg. Hallottam, hogy blendet rossz vagyok. Tessék? Jelenleg a favágó talapnál vagyunk. Nem mennek Palettóba. Lementek vadászat felé, mentek le. Most jelenleg nincsen nekem vizuál. Nézzük a partot jobbra. Vadász felé ment a Subaru Asfix. Fordult a földes útra. Jelentsem? Tessék? Jelentse azt a fekete merci? Nem, ez a... Ja, az a Tuareg? Jó. Öcsém, hát ezzel nem lesz sem erre menni, mert ez pattog, mint a... Belegalább magasított. De ha ezek... Itt megyek végig a parton, nem tudom hova tűntek. A föld nyemnye le három autót, meg hát a Ferrari nem tud lenni. Érdeklődni szeretnék, hogy a Jim irányából jöttek a vadászat fele? Negatív. Nyugati autópályán mi jöttek? 10-4. Mint a Bolli, az, hogy mellettem, mint a keletén befele haladni, látott volna egy Ferrari. Egy volt. Nem, hogy a Ferrari-ba szállították be őket. Ketnyan. Tehát az a Bobo. De szomorú azért, hogy ott lejöttek, azt itt eltűntek, mint szürke szamára ködben. Az a szomorú inkább, hogy nem egy autó volt, hanem három, és ezek... Még egyet azt mondom, hogy eltűnik, de három egyszerre? Igazából a probléma az volt, hogy óvatosak vagyunk, szerintem, mert hát hogy igen. Ők egyenletesen kurva gyorsan közlekedtek, és mire mi megérkeztünk, hogy átvésüljük a környéket, addigra ők már szerintem sehol nem volt. Szerintem elmentek kiszabad a városirány. Megkerjedtek minket, vagy úgyhogy megforgattak minket. Igen, valószínű. Bajtói bankot valaki megnézte?
kétlem, hogy rablás miatt rabolták volna el őket. Nézni, hogy a bank környéket is. Itt mondjam, a mellettem a gyárak mögött tippesi neked. Megnéztük, megnéztük. Üresnek tűnik. Itt a mellettem ülő kollega, aki ide a Nolával együtt rabolták el, tehát kimondottan a Shaw akarták. Ricsalták őt oda. Terasz. Mennyi rendőrségi jármű jött a benzinkút fel, akkor hogy a faszomba sikerült elveszteni egy konvoj? Úgyhogy az úszal előszorított minket. Az úszal leszorította magukat, akkor sanszos, hogy nem abba voltak az emberek, tehát az el kellett volna onnan lökni a picsába. David Davis 18. Szépeket. Tiszteltem egészséget. Kezdjünk el befelé átkutatni minden gyanús helyet, lehetőleg olyanokat, ahol a helikopter nem lát be. De ők most pontosan mit szeretnének, vagy ezt tudjuk, vagy? Megtalálni, hogy hol lehet. Nem, az elkövetők mit szeretnének. Ja, fogalmat. Hajtsunk ki az autópályán. 100%. Ez így van, azt szétszedtük ezt a várost. Az szép. Fűszányra. Környéken sonyom, szerintem Sandy, menjen be Sandybe szerintem, mert a város felé ugye láttuk visszamenni a Ferrari. Lehet, hogy abba volt. A vágótelep mögötti vasúti alagútban nem lehetnek. Hát ott is lehet. SF-95-nél? Kétlen. Megyünk, megnézzük az arabit. Megnézzük a Sandy Shores környékén. Négyes, megnézi fent a térfalut. Na igen, a kutyától az átsérs, mert múltkor is hazavitték a Shaw-t. Igen, ez ilyen menetrend szerint, hogy erre bolják? Igen, uram. Így is fogalmaz. Ütemterve lesz, hetem tetszere kell rabolni a Shaw-t, tényleg. Mi van ma? Szerbe, akkor elrabolják a Shaw-t. Jó. Feljön. Akár itt is lehetnek bent valamelyik kézébe. Ki kaphat még egy beosztást? Azt én is szeretnék egy beosztást. Ki csinálja erőtáblát? Nolát elrabolták, Shaw-t elrabolták. Visszaírva de még. Beszörök. Nagyszerű. És az Ulusz-hoz hol szorított le titeket? Alarkanyar. Akkor azért értik őket utol. Ott egy autó. Nem, az csak egy pokor. Vak vagyok. Ja. Ha én vinném el őket, akkor egy félreeső helyre mennék, amit nem tudunk így keresni. Tehát... Hát az elég sok helyet ismerünk azért. A belvárosi metró vonat végésze valaki. De elméletileg egy Evo van, meg egy SF90 Ferrari. Tehát az egyik se tud ilyen terepekre bemenni. Jó, de a vasútállomásra bebír menni mondjuk. Bárnak az autót sem jöhetnek. Beigazad van. Ahogy itt széthajtogatom a térképet, oda elnézünk? Tessék? Oda elnézünk? És elindultunk keletén visszafelé. Amit jelöltem a GPS-en. Ez egy félreeső kis falu. Hát ha itt van valami szituáció. Ez milyen falu? Hát, csak épületek vannak ott, egy ilyen kis dock az. Ja, tudom melyik az. Oké. Nem látja a GPS-t? Ilyes megnézik, nem tudjuk meg környék. Csak megnéztem, hogy melyik az, tudom is valam. Hátra nem mennek, de biztos, mert a helikopterre lett. Pickpock. Gipszint környékét már átnézték? Ha. Még nem. De akkor annyi erővel. És akkor elindult Gipszintbe. Hát... Én ide nem jönnék, megmondom az őszintét, mert ez egy publikus kikötő. A helyükben. Érti, mire gondolok? Én értem. Akkor mondja...
ott is helével. Jogos, amit ön mond, ez csak tipp. Van helikopterünk egyébként szolgálatban? Nincs. Én tudnék felszállni, de... vagyok ott most. Aha. Majdnem biztos, hogy akkor nem ott vannak. Arra nem bír menni szerinted? Hol lehet? Utánad fordult az autó Explorer. Utánad fordult a piros autó. Igazod jobbra. Nekünk? Nem. Nem hiszem, nekünk mondja. Piros ányót? Azt hiszem, az volt, ja. Vezetünk félre át, amikor mi menni. Az előbb még Ferrari volt. Step City-t akkor átnéztük. Még nem. Világító zornyot nézzük. Miért nem jó egy pitrács? Az a baj, hogy most halmozottan hátrányos helyzetben vagyunk, mert mi nem tűnt keresünk a szénakat szabban, hanem egy férget, mert ezek mozognak is. A piros ányót, ez itt köröz. Bármi lehet. Jó, eltűntek. Én. És ez zavar. Mi a faszom van itt? Egy egység menjen vissza a városba, repteret, meg ezeket a helyeket is nézze meg, meg kurva régen elvesztették őket. Megyünk vissza? Nem City környéke vissza. Kikötőt ellenőriztük, ez is tisztán. Itt vannak Szepszikűnél itt a... Kordit tűnjön, Kordit. Akkor indulunk. Ilyen nagy kettő ilyen henger izénél. Egyébként, hogyha van valakinek felszállás engedély, akkor nekem van, messze, csak ugye... kurva messze vagyok a kapitányságra. Amúgy már én is felszálltam volna. Mi visszamenjünk ma akkor? Ahogy gondoljátok, igen, menjenek vissza, igen. Rendben. Bekerítés? Tessék? Bekerítés? Nem értem. Miért megyünk erre? Nem, megyünk helyér. Ja, mi voltunk azok, akik jeleztek? Bocsánat, csak nem ismertem meg a hangját a rádióban, nagyon fura. Ja. De akkor mi vagyunk azok, akik felszállnak? Nézzük. Nekem kell tudnom valamit a helikopterről? Annyi, hogy nem mögém üljön majd, hanem az ellenkező irányba. Gondolom van magán, nem négy gondolom. Van nálam, igen. Pusztár is van, gondolom. Pozitív. Akkor semmi. Vettem. Majd annyi, hogy mit tudom én. Szerintem üldözni kell akkor kis infózás, mert... nem feltétlenül tudok mindig... van
koncentrálni, most legalábbis nézni utat is, meg botkormányozni is, meg ilyenek. Jó. Majd lehet, hogy kis segítséget fogok kérni az infózáshoz, mert az még nem megy annyira így a helyszínek, stb. Mert térképről nagyon jó tájékozódok, de az állományon belüli szlengeket nem mindent ismerek. Akkor mit nem akarunk hirdetni folyamatban, mert ez rengélek. Kérdetek én! Elég jó, tartják ránk a fegyvert. Menjen fel. Hol? Parancs. Vagyunk a... Utolsó koordináta, Davis. Jó, mindjárt ott vagyunk. Hát tudom, lent mindenről tájékozottam a feladatom. Igen, leérünk, nem tudom, mi átlán nálunk egyébként, vagy még meg nem volt rabosít. Lámpát a hátunknál lévő interceptor kapcsolja. Igen, le van kapcsolva, csak meghívjuk. Hogy tudják, hogy itt vagyunk. Igen, csak az a baj, hogy az interceptorunk folyamat ilyen... Nem tudom kikapcsolni a tűzőn át, folyamat villog meg minden. Egyáltalán lövette? Nem, várjon. Annyira nem menjen ma oda az Explorer-re, ott áll mellett az ember. Mondjam, hogy felszálltunk? Nem, meg Malcolm, most kéne visszamenned és hozni egy helikoptert. Egy heli már a levegőben. Oké. Okay. Ér minden egység egy rakásra, akkor megközelítjük a helyszínt. Heli úton. Ez izgalmas, ez intensz. És pont mi szállunk föl? Három oldalról szépen körbe, teljesen az egészet, mindjárt intézzük a gobot. Tényleg, hogy ilyen rendőrtúszuk van, semmiféleképpen akarunk lövöldözést provokálni, nehogy valami bajok legyen a rendőröknek, próbáljuk ilyenbe kiszabadítani. Érdezményt intézem. Ember? Ember motorra száll. Helikopter, megérkeztünk a helyszínre. Ilyen 4-5-6 fegyverest látok. Elkezdtek nyitni az út felett. Nolát elengedték. Fudnak. Fud el, szemben látom. Hol? Én nem látom. Szembe velem. Jó, sávóra még fegyvert tartanak. Itt a látom. Egy motoros, egy fehér ruhás. Oké, megvan a rendőr. Egy ember van fönt a tetőn. Az nem igen, tudom. Igen, azt látom, meg ott vannak mögötte is a bokroknál. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 embert látok. 8, de azok már rendőrök valószínű. Jó. Nyugodt a rádiózza, hogy körülbelül valaki oda tud állni egy autóval legalább a hídra, vagy valami. A helikopter körülbelül 7 fegyveres lát. Jelenleg 3 fegyveres, ha mindenbe fogják kütetni az orvosba szerint. Shout kísérik, pozitív. Fogják kütetni, ha legalább egy-egy ember üljön be az autóba. Teszi be az orvosba. Most jutták be az orvosba. Álljátok be az autóba, ha indulnak, tudjatok ti is indulni? Most fogna minden indulni. Most nyitja be a motort. Jó, vissza az autóhoz. Teszi felé megy jelenleg. Egy másik autó is indított motort, és el is indult. Kire megkeresni. Jó, az orvosba van a... Urusban van a Shao, másik autóra akár lehet az a kerékre tűzparancsos. Itt vagyok az Urusnál. De jöjjön, hát már a Urus hozom. Nekünk az Urus kell. Urus az mögöttünk van, itt van alattunk, ugye? Ez elindult az Urus? Egyáltalán? Ez a Subaru. Az a...
az a Volkswagen, szerintem az utolsó. Mi az Explorer megyünk, 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 megyünk. És ahol az megvan? Nem. És az merre ment az Urus? Mit van még? Az Urus nem indult el, ezt mondtam. Parancs érvénybe? Nem. Nem, menjünk vissza. Utra, többire. A szobarúra mehet? Igen. Igen, a szobarúra mehet kerékre. Szobarúnak kilő a kereke. Várjál, no, lát még vele, vegye valaki föl, mert ott maradt. A leghátsó Explorer. Nem, ne féle. Én is itt vagyok végül. Ezek a szobarúból? Nem, mi lőttünk kerékre. Biztos lőni fognak, meg tartják a fegyet. Lőjetek vissza. Lőnek? Lőjetek akkor. Jó, hát még egy kereket lőjetek ki. Rádiózom, hogy behajtott ide. Ja, nem jól látja. Csak kényszeríteni a szobarúból. Szobarú mára van? Látja? Nem. Van egyese. Itt kell legyen valahol. Fehér neon van. Megállt a szobarú. Igen, igen. Hol? Meglőnek, lőnek a szobarú. Hol? Egyik hol? Hol? Csuk meg, állítsuk meg. Van a szobarú. Vagyunk, rajta vagyunk, három autóval, megvan. Többit intézzétek. Zorusz, megvan. Helikopter. Nem látjuk. Itt van, itt van. Tisztázzuk a kocsit, tisztázzuk a kocsit. Arról itt a... Uruszról van új info? Uruszról van ami info? Itt kell bent legyen valahol. Majdnem biztos, hogy nem hagyta el Sandy Shores. Uruszba vagy sehol. Szuprát vegyék üldözőbe. Remélem a kereket lőtték ki. Kereket utána meg ránk lőtték, utána vissza az üldözőbe. Itt a nyomszik a tüte. Jó. Nem volt semmit itt. Nem. De nézem a... Tudjuk, hogy hol van az Urus? Helikopter bárki? Sandy Shores fölött körözünk, itt vesztettük el az Uruszt, egyelőre nem látjuk. Helikopter vége. Pixel nem ment ki, láttam a... Mi is... Ne mondja. Pixel láttuk volna. Igen, behajtott Sandybe, és utána a fehér fények miatt elvesztette. Igen, igen. Valószínűleg leállította a motort egyébként, és bebújt valami alá. Igen, itt van egyébként alattunk itt egy garázsra, be tudod volni simán. Az a baj, hogy annyi a fényforrás, hogy a hőkamerával sem megyek semmire. Semmire, meg hát elég szara. Ja. Ellátása viszonylag is szara. Nincs valami, ahova betudott volna. Ott van egy garázs, de hát ott nincs alatt. Nagyon tetszik nekem az a hőkamera. Nagyon menő. Valahogy itt ez pedig. Nyakamot rá. Vagy lekapcsolt a neont és... És elmen. Hát nagy baj, mert a Subaru-ra úgy lőttünk, hogy megvan az Urus. Jó, de... 12-szer mondtuk el, hogy nincs. És akkor most mi a fa? Hogy a faszban nem tudnák? Hát szerinted rádión szól a haverjának, nem válaszol, akkor sanszos. Nem rádiózta, vagy lőnek rá? Nem, hanem az, hogy életben van, azt nem tudja. Hát a baj, hogy nem tudja, hogy életben van-e. Hát ezt mondom.
Hol vesztették el az Urus? Behajtott Sandy Shores-ba. Helikopternek végig az Urus kellett volna követni. A helikopter az Urus-t követte, beérkezett Sandy Shores-ba, ott valószínűleg lekapcsolta a Neont és úgy haladt tovább. A helikopter nem tud... Helikopter lehagyja. Lehagyta. Az a baj, mi négyen voltunk egy autóban, úgyhogy minket is lehagyott. Mi az utolsó információ, hogy merre ment? Hát Sandyből fogalmunk sincs, hogy merre ment. Mi városban vagyunk. Az utolsó info a Sandybe befelé menet. Kicsit alacsonyan megyünk. Teret ellenőriztük, nem találkoztunk senkivel. Nézzük katonosságot. Heli átnéztek Rapeszét. Olyan helyet kell keresni, ahol a heli nem lehet bemenni. Biztos, hogy olyan helyre mentek. Jó. Egy parászat között járkáljuk át az éjszeket. Itt a heli Rapeszét tiszta. Felülről. Egyébként nem hiszem, hogy tehát most a logika az diktálja, hogy nem hiszem, hogy probléma, hogyha tehát nem fogják megölni Shaw-t, mert ő kellett nekik az infók alapján. Hát valami, igen. Jó, csak attól még. Autó előttünk, balra lent. Milyen autó? Mercedes AMG. Rádiózza? Honnan jött az ki? Nem tudom. De amúgy nem láttam induláskor AMG Mercit. Ja, jó. És egyébként szóval kérdezem. Rákérdezzünk? De bement a híd alá, tuti sáros. Aha, most jött ki. Lekapcsolt lámpákkal. Igen, de szerintem ez... Ezt én megmondom, ezt én láttam Sandyből kijönni nemrég. Mikor ő elveszettük az Urszát. Urusz. Amúgy, vagy Uruszt. A Lamborghini Urusz? A Lamborghini Urusz, így van. De ez egy AMG Merci. Ez nem. Nem az kell. Kövessük az AMG-t? Valami helyet átnézzünk, azt rádiózzuk be, hogy ne kétszer nézzük át, jó? Varázslat terület igazából tisztán. Balkov, ti merre vagytok? Hopp, ott még egy autó, befele Sandybe. Sandy Shores-i repülőjáratunk, jelzom a check-it előtt.
irányba. Jó, mi szétnézünk a óceán közelébe. Van egy ötletem még. Távolra egyes. OP amúgy ez a szusz, de nem annyira OP, mert tehát, hogy csak átszínezi világos zöldre azokat a dolgokat, ahol fény van, ugye ilyen élátószerűen működik, de például keresztül nem látok az épületen, tehát ha ott bent emberek vannak, azt nem látom. Úgyhogy ez nem egy hőkamera, vagy ilyesmi, aztán az igazán durva, és tudom, hogy van olyan, mert már találkoztam vele másik szerűen. Itt fent álltak valami ház, nem pedig voltunk itt fent. Rendben, és amúgy ez miért néz ki így, ahogy néz? Ez az mi állattam? Szeretném, hogy helikopter leszálló? Nézem. Hát valami bunkernek néz ki. De nem helikopter leszálló. Ez egy bunker lesz. Értelem, nem láttam még itt ezt a bunkert. Látta azt, hogy... Nem, de a vicces az, hogy közelebb mentünk hozzá és felkapcsolták a villanyt. Igen. Most látom, hogy amúgy a... Rejtetén van át. Igen, most már jó lesz. Kitakartva a képernyő felét valami. Kis menedékház. Most könnyebben is veszek valamit. Valami F betűs volt a rendszám. 68-as út tiszta. És volt benne 7-es. Még lehet, hogy valaki szemlékezni rád. Most egy rendszer. Most megnézzük, de itt szem. Itt vannak, nem? Épp szor mennyire elérhető? Ez mi? Elérhető, teljesen. Jó, rendben majd... Az egy ursza. Igen. Ja. Ez egy ursza, rendszám sem stimmel. Urszát kerestünk, várjunk. Nem, uruszt kerestünk. Lamborghini uruszt, biztos. És a rendszám sem stimmel, de berádiózhatom, hogy itt van egy ursza. De mi uruszt kerestünk, ez biztos. Az ebben nézünk itt. Ott egy biciklis egyébként. Üres. Nem keresi az uruszt? Dehogy nem keresünk. Keresünk. Gépszint tiszta. A nyomotos út tiszta. Feli is keresi, egyelőre nagy hegyet nézzük el. Motorcross pályája tiszta. Hogy is hívják ezt a hegyet? Ez a Montchiliernek hívják, tehát Köszönöm. Üdvénk a szélmalmoknál, de itt se látok senkit. Csillagvizsgáló, nagy színpad. Délnek nézzünk el. Az a baj, ezek olyan... Elnézhető, mindjárt csak most keresek egy... Az utcán, illetve a teljes környezet. Balra van szerintem, amit keres. Igen. Borászat átnézve, katonaság átnézve. 68-as út átnézve. Nem, ott jobbra fent, ott van fent. Motorpálya átnézve. Jobbra fent. Paletót valaki azt hiszem elindult. Igen, paletót is átnéztük, az is üres, teljesen. Megnézzük La Fuente-t. Itt van a... Az nem a... Egyedül egy csillagvizsgálót említették, mint helyszín. Mind olyan helyet kell megnézni, ahol heli nem lát. Megnézzük a gettóba, a finzóba. Nem. Mindenhol ilyen fekete autókat látom, majdnem mint az Urusz is. Igen, de nem, ez nagyon nem. Milyen autóiként? Nem tudom a típusát. Nem írja ki a rendszer, ha érti. Szerintem egy Jeep Cherokee innen nézve. Nem releváns. De egy ember fönt van egyébként. Matkosok vannak, lefolyam tényén, hogyha jól látom.
te nem releváns. Ki a kicsó? Hopp, autó alattunk, de nagyon gyorsan halad, fogalmam sincs micsoda. Nem. Ellentétes irányba velünk. Autóformát keresek, de... Autó? Az érdekes lehet, nézzük meg. A jobbra haladt. Ne üljenek bele a pointére. Mi 200-zal haladunk. Simán halad az Urus 250-et is akár. Simán le tudja hagyni a helikoptert. Pláne, hogy miközben süllyedünk és néha föl kell menni. Baj, ilyenkor nem érjük utól az a baj, mert ez a heli az maximum a 2. Igen, ezért nem értem, hogy miért csodálkoznak a felettesek azon, hogyha valami lehagyja a heli. Nem csodálkoztak rajta annyira, szerintem. Az a baj, nem nagyon lehet, hogy olyan gyors kocsit. Igen. Mire utána fordul. Szeret tengerpartot, kikötőt, ilyet megnéztek? Igen, az óceán környékét végignéztük, teljesen a partot, minden. A vágótelepet már átnézték, de... A város déli részét is. Ugye a paletótól a városig, meg az óceán és környékét, ott a fönti házakat. Ide menjünk be! Autó. Jó, nézze. Semmi. Mehetünk tovább. Ki szeretett volna velem beszélni? Az a mai út felirat alatt tiszta. Vizsgáló tiszta. Szerintem már rég autót cseréltek. Hát igen, vagy bementek városba. Be az algodrendszerbe. Sandybe befele menet láttok utoljára, ugye? Azon az úton, amerre haladt, be tudott menni, rá tudott menni az autópályára és vissza a városba. Simán. A útvonal változtatás nélkül. Lehet, hogy ez volt az alapterv. Mi most egy viszonylag nyílt terepet próbálunk átnézni. Oké, itt voltak, de most már, hogy tudják, hogy én szerintem is ez volt a logikus, hogy ők visszamentek. Tudom, hogy F betűvel kezdődött a rendszám, és volt benne 7-es. De... Még talán a régi rendszer 3 betű 3 szám, de ebben már nem vagyok biztos. Uh-huh. És akkor itt talán korrekt vagyok. Meddig lehetünk a levegőben egyébként? Sokáig van, lassan tankolunk. Rádiózzam, hogy megyünk tankolni? Nem kell. Lehetnénk akár ilyen kis hülye híd alatt. Tiszta.
minden környékét, ott annak kell beállnunk. Katonaság alá benézünk? Menj te előre, nem tudom az merre van. A híd alá. Mármint? Be az alagútba. Ja, hát ott nem hiszem meg vele, de benézhető. Majd Ötvös Tibor és Nemesi Kornélt várom az irodába, ha majd lesz idejük. 14. Tiszta. Egy Mercedes szágodat találtunk egyébként. Emelt. Amit nem emel, hanem AMG. Az. Torbás Áront is várom majd. 4. Jézusom. Soros Dánielt is várom majd. 11. Adok valamit áram. Meg a 10. Köszönjük, hogy tenség akar. 11. Szervusz, hamra hagyva kémre első, és köszönöm szépen a követést. Szuper, akkor mindenki jöjjön vissza. A lehetőségünk. Muszáj tankolnunk, már nem érünk vissza. Értettem. Cség. 10-4, indulunk vissza. Helikopter vette. Jaj, egyelőre adjuk a keresést. Én is szeretnék Atival burgerezni, az a helyzet. Hopp! Szavasz Ati. Amikor indulunk? Hát rád várok, már egy fél éve mondom. Még ugyanitt játszottam, csak Williams David néven, hát azt azóta mondom, hogy össze kéne futni. Mióta Levi kiköltözött, azóta mondom, hogy össze kéne futni. De nem. Nem adja ki. Két ünnep között valamikor? Egy jó burger? Hopp. Belemegyünk a faszba. Semmi gond. Hát, köszönöm egyébként ezt a helikopteres élményt. Hatalmas volt, én nekem nagyon tetszett. Nagyon szívesen. Mikor fel lehet jelentkezni ilyen helikopterpilótának? Az igen. Sok sikert a vizsgára. A bármikor, csak kell jogosítványa, hogy legyen. A helikopteres? Igen. És ezt hol lehet szerezni? A repülőtéren meg lehet csinálni. A, ja. És nehéz? Nem olcsó. Nem olcsó? Mennyi? Egy van, januárban. 80 ezer euró körülbelül, vagy 70 ezer. Oszt a kurva, hát nekem annyi pénzem nincsen. De drága. Főleg úgy, hogy most már az állomány szerintem nem is téríti vissza, mert szerintem már ki vannak adva. Ez csodás. Hát
Hát igen. Sajnál már neked is elmondtam, azt mondta, hogy hú, az jól csináltam, úgy nem is ért, hogy mit ért. Sós volt a Robi. Nem voltál baszva akkor. Hát, részegen nem vagyok beszámítható. Milyen, te is szoktál inni Gusti dolgálat közben? De én mindig. Én is mindig. Idejök az asztalomhoz. Most le kell itt cserélni azért, ne lehúlt képeket már. Lehet, hogy nem kell már sokáig. Na, egy pillanat türelmet, nyugalom. Idejövök az úrhoz. Ajaj. Rá van, hátszálltva a csúzli. Én nem lőttem, az biztos. Ákos. Vezet. Csúzli tartok az úrhoz. Hát én mind a kettőt kilőttem. Jó van. De hát mondták. Én de visszakérdeztünk direkt 5-ször. Igen, direkt, igen, ez az három szó vissza is kérdeztünk, hogy először akkor mehet. Ilyenkor meg kell tagadni a parancsot, fiatal. Mi amikor először üldözőbe vettük, még valaki mondta volt, hogy üsd el a motorost, és mondtam, hogy nem fogsz. A Ferox lőtte le, Ferox meg bányába. Minimum 1000. Miután már visszakérdeztem harmadjára. Most már 1500. Hát jó, van, lebányázom, hogy mindenki helyett tartsa, csak ne legyen valami. Cék az a rendőrség. Így van. Ja. Mondjuk a Subaru-s az kifejtette, nem tetszési. Hát, ott biztos volt valam. Bekapcsolva maradt a voice. Mit mondott? Mit mondott a voice? Hát lelőtt egy kidőt az autóba, és akkor... És DC mondta biztos, hogy... Nem biztos, tudom, hogy DC ezért, mondta. Faszom, ez az RP, mit én rendőr tisztok, hogy ezt itt lövődösnek. Meg volt, egy klipbe is. Biztos a DC mondta. Mindegy, Denon... hogy tétlenül néztünk egymásra, hogy... Denonosak vagytok, amúgy halljak meg. Akkor most végig is mi a reportárgya, vagy miért vagyunk itt? Az Thunderstorms. Gyere adminba, légy sem akkor, jó? Most akkor már mehet mindenki most fel, csak még ne? Ti menjetek a dolgotokra, többi rendőr. Nekem csak... Menjetek, jó, vagy intézzük, menjünk. Nekem egyen, mert mondjuk amúgy nekem itt a dolgom, úgyhogy... Nekem is, amúgy. Maradjon hát. Igen, Ferox a dolgom, hol van? Engem nem tudom. Hogy kell letenni egyébként a sisakot? Na, mint hogy azon kívül csak leveltezem. Vagy leveltesre, és akkor jó lesz. Bocsánat? Ezek miért ugrottak ide-vissza? De meleg. Tessé? Azt mondtam, hogy tisztelet. Tisztelet? Bűság. Hogyan jól vagy? Jól vagyok. Rég találkoztuk. Ja. Tegnap nem voltam szolgálatban. Tudja, aludtam, meg ilyenek. De jó volt, fú, végre tudtam pihenni egy kicsit. Ja. És hogy festek jól? Mármint? Hát új hajam lett.
Ja, nem, nem vettem észre, ne haragudj, nem a hajadról ismerlek meg, hanem a fasz a kis szentcsódról. Figyelj, hát nem tudom, amúgy illik hozzád, szerintem egész, egész jó lett. Így be magam évvel tehettem a gicát. Persze, persze. Határozottan, határozottan több esélyed van, mint eddig volt. Mindenképpen, én azt mondom, eddig is egész sok esélyed volt, de most, most van aztán igazán. Gratulálok, ez remek változáshoz. Igen, igen. Szerintem, szerintem képes vagy arra, hogy megtedd ezt, ezt a lépést, igen. Jó, ebben, komolyan ki. Mi a fasz? Várj, ezt egy picit felépteszem. Észlem, persze. Igen. Így jobban takarja ez az utc, talán. Ide állnak egy tarkós erre, hogy mindenkit izé szóra. Nekem lehet szotyizni. Jelentést írom. Értem. Ez itt az én placom. Nyugodtan lehet a karácsonyfához menni, meg a rakira szertába szotyizni, de ez itt az én placom, fiúk. Elfoglaljuk a placot. Na. Összeadva nincs annyi csillogok, mint nekem, fiam. Mi vagyunk, a... Mi vagyunk a krón. Mi van? Ez a magyar népmeséből van, vagy mi? Ez a párfarakás. Einsteindat csinálni. Ez a tűz, vagy? Jó van, én még magukat az állományból leesten dolog. Révisz, várjuk, melyre hívott. Ja, mármint magát. Csike. Engem is. Engem is. Tormást is, ezeket a droidokat is. Én megjelentem, fogalmam sincs, mit kezdjek magammal? Na hát akkor nézzünk egy beosztást. Szerintem öt tók csak szotiznak egyébként tisztelettel jelentem. Na, úgy látom. Orosz Sándor jelentkezzen, itt van, nincs itt. Én magukkal vagyok összehozva tisztelettel. Az, hogy a... Íbor... Trombitás, meg az ötves induljon meg akkor járőrözni. Édes Isten... Mi megindulunk járőrözni? Majd ő szóljanak, ha visszatér Davis. Rendben. Én önnel vagyok. Be volt hív. Semmi értelme addig itt várakozni. Én önnel vagyok beosztva, uram. Az nagyon hosszú idő lehet. Én önnel vagyok beosztva. Velem? Igen, oh, igen. Lehet, hát velem biztos. Ne, ne nézze a tabletet, én önnel vagyok beosztva, uram. Valóban ez így van, velem van beosztva. Na, látja. Ez nekem rögtön jön. Gyere, pakolni. Fene katonos. Akinból biztos vegyük. Rambo. Ügyintézésre vagyunk beosztva, igaz, uram? Úgy látom, hogy igen. Na, jaj, bocsánat, bocsánat, elnézést, annyira sajnálom. Röstellem magam, nagyon, bocsánat. De annyira nem kell sajnálni, mert a Milenko az úgy érez belőle semmit, acélból van. Amúgy, igen, kicsit... De azért lehet sajnálni, ha jó kicsit, lesz. Kicsit kőporos lett a kezem. Meg Milenko is az olyan öreg, hogy már mögötted azt elfelejted a demencia miatt. Micsoda? Mi van? Te bazd meg, szücske, hallj már. Ez... Még egyszer szöcske, nem meri. Elfelejtettem így. Uram, ha szabad megígyeznem, ez füstölget. Mondj, de végig ezt nem magának, hogy mindjárt egy átosztáson füstölögni, hogy emlegeti a felettesének a megszólalásait. Ja. Negatív, uram, én csak azt mondtam, hogy ez jó volt. Tetszett. Tombiás, Tombiás tűzés. Elugrom mosdóba. Ebben Viktor, menjen nyugodtan. Magát, uram, hogy hívják maga az Alex, nem? Na láttad, így keverni. Péter. Na, menjünk be. Ide. Na, így. Tökéletes. Oké, okay. Zárjuk magunkra. Rendben, várjál. Így bemegyünk ide. Nem egyébként csak... Igen, valaki van a szomszédban. Aha. Nézzük át a szomszéd fülkébe. Hoppá. Na. Egy másodperc is jövök. Trombitás, merre találom?
beosztás, vagy mit csinál? Vissza is tértem. Köszönöm a türelmeket. De látod itt a Davis-t valahol, Zsoltim? Esetleg. Mehetünk. Hát akkor... Még nekem úgyis jelentés kell érni, úgyhogy rájön. Hát itt van Zöcske mellettem, meg arra. Hát akkor menjen a Tamással addig. Maga az Zsolti meg akkor... Már a Davis-a neki ennyire sürgős, nem értem, hogy miért. Nem sürgős, nem sürgős. Na, maga még mindig úgy intéz? Önnel uram, igen. Ja, tényleg, ezt el is felejtettem. Véletlen sem csak sosizok, aztán is kell, de aki venni, amúgy csak Davis-ra. Miért volt, hogy te mit csinálsz, Zsolti? Elmondanád nekem? Davis-ra várok. Aha, igen. Akkor beszéljünk valami szakmai témáról. Rendben. Csak magadnál. Igen, arra, így nem tudom, pillanat. Azt mondja, hogy... Addig én, de amúgy nulla meg se, hova lehet vagyok, hol vannak? Igen. Szóval már raboltak megint ők. Mi a véleménye a... aha, nem személyi szabadságot korlátozó intézkedéseinkről a héten. Jó. A hét folyamán az intézkedések száma növekedett. Sokkal több és jobb a teljesítményünk. Az elfogások növekednek, a bűnözés csökken. Igen. És kitűnően teljesítünk a nem csak az E7 folyamán, hanem egész hónapban, hogy a karácsonyra mindenki vagy a családjával lehessen nyugalomban, vagy a börtönbe tehesse meg ezt az ottani családjával, szeretőjével, vagy éppen a milyen beállítottsága az úriember. Éppen szeretőkkel. Szeretőivel, ugye mi nem ítéljük el se a monogám, se pedig a... Csak a buzikus. Hogy van? Mi nyitottak vagyunk a kapitányságon belül nagyon sok mindenre. Az Ágnesre speciál nem vagyunk nyitottak, de ő is itt van. Értem. Tormás is homoszexuális, és mégis itt dolgozik. És nem ítéljük el, szeretjük. Nem úgy. Álcázza magát ugyan különböző nők. De akkor az csak ilyen alibi. Hát most maga szerint az tehát direkt van, hogy nem lett engem meg Batman egy szobába? Nem tudok erre válaszolni, sajnos még nem, nincs elég tapasztalatom. És az, hogy nem látta Árvat meg Elgizárt egy szobába? Ez szerint véletlen? Az véletlen műve. És akkor nézzük, de egyébként én azért vagyok büszke a Tormásra, mert hogy ő azt csinálja, mint az elkövetők. Ne, azért is, azt csinálja, mint az elkövetők, tehát hogy ugye alibit keres magának, és ugye ismer meg az ellenséged, és aztán tudod legyőzni. Gratulálnak, Gusztipa, ez élet maga előléptet. Látj, az adatában, hogy én nem mindenkinek jár, ugyebár? Hát na ez az annyi csillag, húha, húznám a vállamat nagyon. Várjunk, akkor most szakadt, ez egy protézis. Ön altában megy? Persze, adhat. Nem, ez nem lehet. Vektor. Ide jövök, aztán hát, hogy... A Vektor, az milyen jó név? Pocsolok egy kevés, A Hector milyen név? Mondom, a Vektor az milyen jó név lenne? Hát én, igen. Hát de még a Flektor milyen jó név? Flektor? Hector, Flektor. Vektor, Hector, Flektor. Így jegyezzenek be engem, ha... A másik jó név a... Shrank Wendell. Azt tudták, hogy a Szücske úgy van törzskönyvezve, hogy Basz Tamás? Amúgy egyébként az Árva egyszer rabosítva lett. Gusszia, menjen be a... Tessz, komoly. Menjen be az elítéltek. Árja, mert beszart a tablet, igen? Sírva. Hogy... Kapál. Micsoda kapál? Kapál. Ilyen kapám. És tényleg, mi a pusz? És azt mondtam, hogy nézd meg a... Nehogy feszítenek, ez a Mr. Olympia. Ez nagyon... De... Most ezek komolyan rárabosították magukat valakire? Teszt volt, és... Amikor felvettek engem, akkor... Amikor felvettek engem, akkor ezzel kezdtek, hogy...
Amikor ez megtörtént, akkor még maga se volt. Igen, de engem Dominik vett föl, és ő mondta, amikor a tabletet néztük át, hogy ez ott van. Ja. Kalányos Philadelphia, mi a fasz ez a Tokács heroin, mi van? Micsoda? Tokács heroin. Szerintem a kalányos Philadelphia, az jó. Látták már egyébként részműves Bluetooth-t amúgy? Részműves Bluetooth. Bluetooth vagy Bluetooth? Bluetooth. Ah, Bluetooth. Mint a connecting services téma. Mi? Ja. Szörnyű, hogy milyen neveket engedélyeznek ebbe az országba. Komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Én Kihordani névvel leszek emlegetve. Kihordani? Szob Tamás? Vagy Csinál Tamás. Vagy, ami még nagyon tetszene nekem, az a... R. Ákos. Hú, gecs. Hát ez szörnyű. Szóval igás. Bassz, rossz. De Miklós leszek, tudja milyen Miklós? Miki. Jól nézzük, Miki. Távozzanak körzetből, legyen szíves. Parancs. Látják? Ki nem így el hozzá a munkához, többet be se jön dolgozni. Hogy micsoda? Most nem tudom, meddig tart a körzet, de én most el fogok indulni. Hát pedig az utca túloldalára. A kecsi autópálya követ minket egy ML Brabus. Térjük vissza a város felé. Elerősítés. Viktor, visszajött a körzetbe, köszönöm. Hát... Kell. Parancs. Akkor hallgatjuk a koordinátákat. Kecsi autópálya, haladunk be város felé. Elég Interceptor-os jövünk. Uram, jelentem, parancs, erre megjelentem. Köszönöm szépen, nagyon jó. Olá, Mandalor. Hát a Mandalort, azt imádom. Meg a Curtis Sebastiant is. Curtis Sebastian. Mondjuk volt Dump egyébként, a nevére még hasonlít is, mert tényleg geci hülye. Hát igen. Emese, nem áll jól a szemese. Ezeket imádom, hogy így van elment, vagy nem volt nála irattárca, bazd meg ezt. És mely, nem volt nála az a kereszt, hogy vezeték, de... Nem tudom, miért nem, mert az bejön, hogy ismeretlen, ez nem egyértelmű, hogy ezt kell beírni, vagy most... Vagy nem volt nála személyi. Nem volt nála személyi, bazd meg. És a személyi a kereszt neve? Hát ezek szerint? Aha. És hát üldözi neked, vagy mi? Jaj, megvan az aszpat üldözi, jó van. Mi ez az Emma King, ez tényleg nem rossz gácsi, mert most így ránéztem, de ugye én sokszor találkozok vele. Akarom mondani, hogy Jakob üldözi, ezeket nem mondom. Véletlenül lekurváztam egyszer. Nem mondom, azt mondom, Jakob. Uram, egy kérdés megenged, hogy lehet valakit véletlenül lekurvázni? Hogy micsodát? Hogy lehet valakit véletlenül lekurvázni, uram? Hát mert... Nagyon durván be voltam flektorozva munka közben. Szárat hallottad, hogy nem. Körözés is van rajta, tehát, hogy nem mennem. Nincsen. Már nincsen. Tehát most már levették? Mindegy, volt rajta egy körözés, behoztuk, én szét voltam flektorozva, mint az állat. És akkor még itt volt a... Nem fog eszembe jutni a neve. Mindegy, egy hadnagy. És ugye ő nagyon jobban volt az Emmával, meg barátok voltak, minden vele hallgattam ki, és ugye nagyon durván szét voltam peregve, és pont akkor gyanítottam, hogy a horniz vannak közöttük illegális személyek, és aztán fegyvert fogtam az Emmára, és mondtam, nem, az másik eset volt. Csak mondtam ja, neki, hogy maguknál ilyen illegális személyek vannak, mert minden ilyen bűnöző kurvák. Most Áron, kiírheted a... az interceptoros vágyaidat, mert azt akarom mondani, a... Persze, megyünk is, hogy a horniért üdvözlik. Megyünk, info, jöhet. Itt vagyunk, Iron Guard.
Ezt tudod, ha más egységet nézd meg, Busztivál. Éjszakra fordulunk Kocsapark felé. Vagy egység, mi a faszom, hogy lehet. 94-26. Jöhet még egyébként interceptoros egységbe két. Megalázás. Megalázás, igen. Fordulunk, hogy lehet így beírni? És felé még mindig Kocsapark felé. És nézd meg akkor az a járműveknél. Itt is kérnénk. Körbevetni úgy, őket. Úgy köröz egy rendszám, vagy egy autót, nincs meg rendszám. Aha, az hasznos. Ez jó. Kockaparki garázs. Ez nagyon jó. Ez rombítás, rombítás. Rombítás, rombítás is. Milyen egyszerre muszul. Ő magától írt egy ilyen jelentést? Igen. Ezt nem akarom elolvasni, mert lehet, hogy felmondanék után. Uram, ne olvassa. Kék, sötét kék. Kérem. Emma King autólopás. Ez a nő, ez mindent csinál amúgy ma? Az a, nem, az a Emma King azt én csinál. Az ő autóját lopták el. Zsolt, el tudod nekem mondani, hogy mit hibáztál ebbe az ügyletbe? Dobot maradtak, úgyhogy gyertne egy pár egység, jó nyugodtak. Ja, nem tudom. Kockapark, kész, aki része. Hát az elérhetőségét mondjuk elkérni ilyenkor, hogyha megvan az autó, fel tudjuk hívni, és akkor nem kell gobokat. Nekem megvan. Hát és hogyha nem hozzád érkezik vissza az autó? Nem egy másik kollégához. Szarudj. Hát szarudj. Az nem, amikor kibasztak egy körözést, izé jelentés nélkül, azt akkor hozzá be valakit, és akkor gyorsít meg valamivel. Ez akkor cikk, amikor a kihallgatóba derülködni is hozzá jelentés. Hát igen, de velem már volt egy párszor ilyen, hogy... Na, nézzük, mit hibázott. El tudja nekem mondani, mert... Hát igen. Most szóban, hogy valami akció van egyébként. Mi történik? Mi történik egyébként jelenleg, vagy kásítsi való, vagy valami van? Vagy valami van? Megyek. Akkor nem kell, nem mondják. Csak a kék emelen? Vajon. Üldözés van, mert követ az egységet. Valami és aztán Ford Interceptorra. Arthur az első? Nem tudom. Fejben már drogos bandit. Hogy? Ahogy gondolja, ura. Az elsődleges? Én vagyok az elsődleges. Okosz lenni? Nem, vigyette. Na, ismét egyesem. Hol volt a nola? Ó, jó estét, András, Gusztávó, ezredes vagy. Nem volt megbeszélve nekünk egy kis rógunk? Ezt mikor tudnánk megejteni? Mikor alkalmas magának? Aha, innen is ki tudom nyitni, bármi is az ott ment. És ez vicces számomra. Hát, hogy mikor lenne ennek alkalmas? Ezt elöngyül azok. Igen, igen. Holnap valamikor vagy, vagy később. Még nem. Itt vagyunk a budakereskedésnél. Szép napot, uram. Csőd. Igen, mert hogy? Hírfóság. Na most ahol fegyük autós és tolos iskolánál haladunk. A lefoglaltak felé, keleti irányba. Bábra is keleti irányba, most hagyjuk el a lefoglalt járművek parkolóját. Ki fogunk hajtani a négy sávosra, és el is hagytuk. Továbbra is keleti irányba a Tedco szalon felé. Hát de miért nem engem? Hát most... Nyilv értelemszerűen, hogyha egy legális sövértelenek magánál le fogják tartóztatni, ezen ne lepődjön meg, de megbeszéltük, hogy intézni a fegyverengedélyt. Bocsirak. Hát ments el, hogyha behozza az információt, megbeszéltem a... Mi van ilyen folyamatban? Jelen pillanatban egy üldözés van folyamatban az egyes rádióforgalmazásban. Milyen állami? Ugye engemet követ pár rendőrök. Csak azt gondoltak a Davis. Mi vagyunk a... Jó, akkor ez zárjuk le, jó? Na jó, rendben. Lezerhetjük, nem történt semmi. Meg ismételnék? Mindegy, akkor... Én nem szállnám le. Mármint, hogy nem én szeretném lezárni. Szücsi, intézed? Áh, lezárjam. Lezártad, igen, mondom, nem történt semmi, minden rendben. Azt tudom, melyik az Szücsi. Ha már valamit elrontottam, akkor majd ráfogjuk a trombitást. Itt vagyunk, nem kellett volna lefordulni. Holnap 8 órához, és akkor itt találkozunk. Na. Most ti már ne vagy baj, már légy szépen. Hadd hallja az egész rendőrség. Az autópálya felhajtónál.
Ha jönnek a lefúrat... Jó, de akkor ti meg mehettek erre, ez nem tudom, hogy mi történik, és mi nem. Hát arra várhatsz, mehettek szerintem. Jelentem, hölgyem, én... Én bevegyek hozzá. Nem fog jönni David Davis. Plusz távú flinggel vagyok beosztva, és ő jelen pillanatban ügyintéz a kapitányságon, ezért vagyok itt. Addig pedig, amíg... Parancs. Kinek? Tud menni majd a királya. Ő kicsoda? Király Tamás? Igen. Korson Kordi, itt van három autó is. Egy ML, egy S800, meg egy GT3. Jó, minél több egység? Rendben, akkor S800-ra... Aki itt elrohant? Induljon a Szücsi belőle, a Szücske, de menjen. Még egy parancs. Autó ide jött. Szücske, várj meg az akadémistát, megy magával. Jó, de rengeteg autó van. Mondj. Hol vagytok, Áron? Utolsó kort. Az igen. Ez hosszú életű volt ez a lók. Hajnalmas, én elbehelyettem magam. Nyugodtan. De miért mutatnak valami erőszakos fellépést az emberek, vagy ha csak sokan vannak szép? Sokan vannak. Na jó, van. Sokan vannak és ismerik őket. Kik azok a szabad kérdés? Rin. Ó, geci. Milyen gépi, amiről van szükség? Mi? Gyere, Charger, 2 Interceptor, olyan tudom, hogy a... ...eres valamennyire. Nem tudom, hogy gyorsan vagy Damon, sőt. Erre van szükség közösítésre? Utolsó koordinát, ezért, védi. Kézzel. Szerencsé. Törvénytisztel állapolgár vagyok egyébként. Persze, csak menekült. Egy erkölcsi igazolványt szeretnénk kérni egyébként. De most... Mi az, hogy nem kapok? Most nem, egyébként, ha mivel rendőr elő menekülés, az minimum 5 hónap, be kell vinnünk a... Nem? Tudod mi a gáz? Az, hogy a Gustavo kollégát baszta az óra belé a BTK-t, és ez kurvára közigazgatási bírsággal sújtandó. Nem mondja, Jakab? Igen, igen. Milyen okos tett egyik napra, másikra? Hát, ne, figyelj, tehát hogyha elébe tesztek egy papírt, akkor megtudom. Lehet, hogy jobban tudom már a BTK-t, mint te. Az biztos. Mondjuk a zsöhet. Átvizsgáltak a durnak. Nincs, de átvizsgáltak. Meg. Átvizsgáltak meg. Már. Nem érdekel, forduljon meg. De fordulok meg, hagyjál még. Nem vizsgált be. Dehogy nem vizsgáltál. Álljon már meg, Jakab. Kurvára átvizsgáltam. Jakab, akkor állok meg, amikor én akarok. Ne sokkolja le. Hagyjátok már békén, a fegyvert fogtok rá, azt még be akarjátok vinni, mi? A rohadt életbe belefogom a vállát. Hát, ezt megszívtam. Szánk szín. Ne, hát nézem, egyszer a ruházatát eltapogattam. Nagyon jó, arról. Tarzan, mióta alkalmazza a rendőrség? Most letarzonoztak. Tarzan, gyere már ide. Hát a hosszú hajú, nézd már meg tiszta Tarza. Tarza. Ugyan, az hogy került, te dobtad. Biztos te tetted a gyövetbe. Te tetted a gyövetbe, te Maukli. Na már rengeteg beszélemben van. Nem az MR-nek, hanem a Sean Woodmartinek mi a rendszáma? Meg tudja valaki? Egy konvojba fogunk elindulni, és mint hogyha az elnököt vinnénk, én leszek középet. A két tisztűző kocsiba. Hát a Jakabot. Nem mit csinált most megint? Fedben volt nála. Ja, rendben. Megnézem az autót. Jó, akkor vezetem a konvojt ezek szerint.
Elnöki kísérlet, igen, halljunk fel. Válaszom belőle egy 90-es tempóval fogunk haladni akkor. Eltolással. Neki megvan. Pozitív mellő. Jó, szuper, akkor indulunk. Éppen a konvoj hátsó része az így lemaradt. Nagyon nagy. Jó, eltalálta, figyeljünk. 100-as tempó. Csak nézz hátra. Nézek. Nagyon jönnek. Nagyon. Jobbra. Nagyon jó. Most kipiteltük a saját kollégát. Alud. Nyugodtan, tegyék el fogalom. Az, itt a középen lévő interceptorba van? Itt vagyunk a harmadikban. Oké, nyitom a kaput. Nem vett. Ki bemegy? Nem. Na, Brabus, mert próbáljuk megkiszedni, amit követte a konvajt. Nézzük meg a rendszámet. Jó, mindenki mehet a dolgállal. Brabus Mercinek a rendszámet. Nem az ML-nek, hanem a sima Brabus Mercinek. Kérem tudom, akkor az a Keviné. Viszont rajta is körözés van, szóval akkor délre tudjuk állítani, akkor hozzák be ők is. Próbáljuk meg. 10 vagy 10? Viszont elég rá nagyjából kettő egység. GP3, hát erre semmi legyen. Ezt tudom, hogy nem én van. Megyünk rá. Rá nekünk. Hol van pontosan? Ott is felszaporodnak a gépjárművek, akkor nem tudosan kérjenek erősítést, és így volna. GT3-as lassan, mert kettőt hátra, egyet előre megy. Én is. Helyet vagytok, rádió? Áó. És ma képes van rögzítés? Hát megköszönöm. Lító. Rakusz a gyavásodós? Mi a fasz? Faltó falig megy a Porsche. Igen, lát. Biztos, hogy fel van. Szerintem itt a sem vezet. Szerintem csak szarul vezet. Most az EORG 332 a miénk, vagy a másik? Valami van. Mi van? Merre megy a netáron? Jöttem le balra? Mi? Az meg semmi, nincs minden, semmi! Csutka egyenesen megy Gentry fölött. Lényegtelen, lényegtelen. Még gazdag negyed. Szokásos gazdag negyed, hogy Gentry felett kiutat végig nyomjuk.
képességek, extra jelölt, kettőfélrel. Kettőfél? Kettőfélrel. Elavasztok, várom. Maradunk éjszaki irányba. Gazdányba kijöttünk, maradunk a observatóri maradunk. Elforrultunk, visszaforrulunk a gazdanyjátba, merre jöttünk. Mégse éjsz... Itt ő mögöttetek. Megvasztok. Robusz Mercedes elsődleges kérdék, melyre van? Szaladt és igazátor, áramélet is kell. Megvannak, megvannak, köszönjük. Na, hát gyatszik. Jelen Mercedes. Nem csak egy Mercedes lesz, hanem egy Audi A8, jól láttam. Jó, jó, akkor bár egy csinál, szeretnénk is vettél. Mire lenne szükség? Itt egy Audi Q8-as, egy ML Mercedes, illetve egy A8. De most mi a vészhelyzet tárgya egyébként? Körözött személyt üldözünk, feltehetőleg. Ki a körözött? A pénz. Keményre már le van zárva a körözött. Áron, megcsolom az maguk között én? Messze vett át, ne nagy kipített. Azt nem tudom, hogy vett el majd. Jól nézett ki, úgyhogy készítettem egy képen nyakét. Mellett haladunk el, ütközöm. Szép tapott, életben van? Akkor nem is szálljon be a kocsijába, nyúlsra. A Porsche-ba? Ja, a Porsche-ba? Vettem. Jó napot! Hát az a fegyver minek, uram? Sokkoló! Már nincsen nálam. Kiszállnék. Várjon már egy kicsit, fáj a fejem, mint az állat. Gondolom. Nyugatra fordulunk. Segítsek kiszállni, uram. Nem kell, megoldom. Ja, jó. Jaj. Azt mondjad. Robusz irányába tartom. Fordulén az autó, ki ütös ki, de itt tessek köl, ki tudasdjön. Rendben van. Persze. Kicsit meghúzott az öv, de azon kívül semmi. Persze, tán állok itt az úrnál egy berettát, itt az övén, azt... Hogyne. Van is engedélyem. Persze, nagyon jó. Átvettük tisztelettel. Ajaj, Szücske? Ja? S800-as, lekanyarodott térre. Pink motel melletti fodrászatnál keletre... Taktikai GM. Hát ez mit jelent, uraim? Taktikai BM. A BM az nem a angolul a jó reggeletnek a rövidítés. Good night inkább. Nem, mert mondott. A busz Mercedes jelenleg a Lancaster de Augustónál megy délre. Uram. Szeres itt Tremmel szintén délre. Csak ők lesznek önnek kiosztva. Na, hogy menj. Ez a berettemet meg visszakaphatom a kollégáját. Persze. Persze, meg kell várni. Mutatok egy fegyverengedélyt. Mutassam, mutass. Igen, felette, kanyarodunk éjszakra, majd bányászó, kanyarodunk keletre. Teljesen jó, köszönöm, vissza is adom. Köszönöm szépen. Bányászó, tüzünk mellette, kanyarodunk nyugatra, majd éjszakra.
kicsi nekem megy. Jött a sinekről. Nem, mert a kollégát megvárjuk, aztán biztos adja ennek a berettáját. Hű, az mondjuk kapott az a Charger is, Challenger is rendesen, ahogy nézem. Azt nem mit köztünk. Nem, pedig mint hogyha lehagyták volna a lökhárítót. Voltak mögötti hídon. Hát van. Akkor... az én szerintem akkor ez egy biztos. Annyira fehér, hogy beleolvad a hóba. Na az lehet, hogy viszont havas. A Rockford Plázánál lövöldözés van. Jó, akkor jön. Várj meg, jó? Lősz feletti banknál. Van nála csőkocsa olyan? Ötvöt, látok lőnek? Nem ránk lőnek, negatív. Hanyas egység vagyunk. Látok rá egyszerűen? Nem tudom, látok, nem kell. Oké, szükséges gondolni, hogy hanyas egység van, itt a szücskével indulunk. Olyan, amit szavatjuk. Szücskével indulunk. Kapod melyik lészen ötvöt? Közvetlen a bank fölött. Tekilala és a bank között, hogyha így jobb van. Oké, érkezünk. Mi is mindjárt vagyunk. Melyik tekilala? Tekilala egy sarkon van. Ja, hát valahol itt. Valahol itt, uram. Nem venném, mert innom kéne egy kicsit is. Micsoda? Valahol itt nem, uram. Nem tudom, hogy mit terült, mindjárt nézem. Hát nem. Igen, de egy hetőjük Rockford Plaza-nál egyébként. Ja, hogy Rockford Plaza, ó. Bárra vagytok, király? Kihallgatóba. Vagy akkor ott vagytok. Vagyunk továbbra is a bank körözünk utánál. A banknál találtunk egy célültet. Jó, melyek a pontoséghez? De már én nem hallok most már lövéseket. Ők egy feltehetőleges elkövető, maszkon van, nem tudom mi van nála, viszont nem értek a meg. Közvetlen a bank előtt. Hát nem tudom, hogy hol van. Erre van a show. Hát egy picit a plázma feled, abban feled továbbra is. Korút. Óvatosabban. Megsúsztam. Jó, hívjunk mentőst. Jó. Hívom. Mentős, Szicsi. Vagy az akadémista mindig. Hívom, hívom, hívom. Csak egy ízlő. Írjad, írjad a jó RFK. Igen, a végére érjük ötöd a RFK, illetve Szücsi a autót ott arra, majd nézzétek meg egyszer akadémistával, jó? Igen, ezt ellenőrizzétek. De ne egyedül menj! Menjenek a Szücsi után, mert egyedül rohangál. Értesítettem a mentőszolgálatot. Rendben. Intézített vagy menjünk a másikhoz? Milyen nézzék másikhoz? Meg, nézzék meg ötve széket. Csináljuk egy lezárást, uram? A kocsi a... legyen szüges. Legalábbis két szüges nem kell, csak izé. Vettem. Húzzál egyelőre. Igen, csak arra, hogy lesen. Kiindultad az Interceptorral? Voltam, elvileg itt még volt valaki, aki felküldött. Egyedül indultál el? Gyere vissza, kollégáért. Egyedül ne rohangál sehova. Nem befad.
azok a bencsősök is. Hívjam őket? Jöjjön vissza ötvesér, és közösen menjenek körülnézni. Megvisel. Körüljön. Jó, akkor Szücsi elindul veled körülnézni, akadom is megmarad itt velünk a helyszínen segíteni. Egyébként a Michael Blair. Jó, oké, és üljetek be a kocsiba, nézzetek körül a sikátorokban, meg itt a környéken. Interbe gyere! Az Interbe. Az utcán kész. Látunk futni fegyvert egyelőre, nem azonosított. Melyik sikátor? Oda a biztonság kedvéért raktam, tudom, hogy elvileg nem kéne. Kis teraszos ház. Jó, szuper, teljesen jó. Ja, de ez erre est, azért nincsen baj. Azt, hogy most megint pakolunk ide, kivetsem, az most nincs. Van náluk fegyver. Hopp, lövések. Ők kezdtek előni ránk? Van még szabad egységünk? Sehu, gyere onnan fedezékbe. Nem érdekel fedezék. Viszek oda egy fedezéket. Akkor nem. Feltöröm. Mell vannak. Ácsuda vigyel téged. A rosszabbá. Van itt egy előszem. Gyorsan itt egy. Szerintem nem nagyon tudják elmondani. Ki ezt színen te szutyok? Na, nem akarsz kinyílni. Mi az izék a fegyvereseket itt a Brabuszban feletti? Nem erre gondol itt amúgy? Nem erre gondol? Lehet, hát ott láttuk. Gyere akkor. Azban a sikátorban vannak. Én nem tudok futni. Van terasz, kis teraszos ház az az. Itt is van izék amúgy. Aha. Van a teste valamelyikük, ne? A kollégákat próbáljuk megtalálni. Ebben ettől a háztól a nyugatiig, vagy a nyugati irányba lévő épület sikátor, ott voltak fegyveresek nagy kalibú. Itt van mindkettőjük. Sérülten? Így van, ötvözőz meg, lombit elszűz. Nem a mentős. Mehetünk? Zárva az ajtó, szóval... Zárva én be tudok jönni. Az jó. Lőnek. Hol vannak a kollégák? Én lövök. Hát itt vagyunk bent a házba. Vannak bent a fegyveresek. Egy gépjármű. Egy RS hat érkezett a helyszínre. Meg egy... Gyere vissza. Akármi. Hol vannak a sérült kollégák? Itt a lépcsőn. Kalival meg Uzival túrnak. Jó, mert többen is vannak. Haló, ház. A szembeni lépcsőn vannak ketten. Fegyveres is. Igen. Ettől vannak. Most ide lőnek rám? Vagy hol vagyok? Van meg bárki rádiónak, aki nincsen itt? Én nem tudom, engem nagyon körbe vettek. Bárhol emberek, nagy kalisok. És? Szücske sem. Egy egység indult, merre vannak? Jó, a Brabus bang, de nagyon gyorsan. Ház. És nagy kaliberre lőnek ránk, úgyhogy legyenek felkészülve. Seo? Dragoszlav, engedjék el, majd közelre lőjön. Engedélyt kérek levenni a láthatóságit. Nyugodtan, vegye el a láthatóságit, persze. Merre vannak az elkövető? Levettem a céltábla. Ott konkrétan, fönt a háztetőn, ahol most vannak a sarkon, szóval óvatosan. Köszönöm. Kaliberekkel és sokan vannak. Rendőrautótól is lőnek, nagyon magasról. Onnan az anyádból dursz? Nagyon magas háztetőn is vannak, és én nagyon be vagyok szorítva. Házfalig nem tud eljönni? Nem nagyon, de feletted vannak.
Vettem, ha, de ha most kinéznek a sarkon, akkor ott, ott közvetlen balra a legmagasabb háztetőn vannak fönn. Látom. Hát nagyjából onnan lőttek. Kari, fix info? Fix info. Hát vututututu, így lőtt. Bejeztek, bejeztek. Ez amúgy jó taktika, figyelj, az lesz. Néha kinézeketek, ha látok valamit, szólok, belelövök kettőt, utána kinézel, jó? Jó. Nem látom, nem látom. Hányan vagyunk még? Steve, Ragoszlával most értünk ki a helyszíre, mert már lőnek. Nagyon jó. Mi az a legmagasabb tetőről, itt a legmagasabb tetőről látjuk. Lőnek. Esetleg visszamehetünk, bármi ütőképes fegyverért szeretnél meg tud erre lőni. Hát nálam is csak egy EVB van. Se sokom, se mellényem, már se semmi. És van 40 lőszerem. Ragoszlav, merre van? Látsz valamit? Nálam látok semmit. Jó, hol a kolléganya? Kollégina? Jó, hányan vagyunk még a helyszínen? Mert én vagyok egy. Vászor Viktor 2. Jó, ellen. Ja igen, meg vagyunk hárman már. Kell nevet mondani, csak egy. Tolják le az utcát. Jó, jó lesz. Bent Dragoszta végeztek? Seó is, Szücske is, Kornél is. Tormásáron is. Nagyon jó. Nem rossz helyre hangál, most autó mögé. Leszorultunk, pozitív. Jó, hányan maradtunk akkor? Egy. Kettő. Kettő. Akkor három. Akkor összesen négyen. Négy, mert jönnek meg a házfaltól. Próbálják takarásra mindenképpen az épületbe lejönni. Sem, mert tetőre meg tartják magukat. Itt a parkolázat, ez is aztán? Meg nem, megpróbálják én is átfutni oda? Hát őnek, látok, nem, nem merek átfutni oda. Van fent egy gamer. Most néztem vissza a sheriff-es videókat, amik meg vannak. Na, jó van akkor. Jó még esetleg? Ettől meg vagyunk még. Mi lövöldözünk, vagy? Pozitív. Ránk lőnek. Hol, hol vannak? Most már nem használom fel IC-t, de hol vannak? Esküszöm, megvakultam. Jó, mert se tudják az utcát. Ja, hogy ellen vannak. Csak a mi legyen? Az a baj, nem látok ki. Legyen, vagy visszavonulunk. Legyen vannak. Egy autó érkezett. Csak nem hallom. Kérdés, hogy helyen vannak. Érkezett egy autó. Visszatalatok. Nem tudjuk, hogy hányan vannak, azt tudtuk, hogy mivel alakult a lövöldözés. Csak, hogy lövöldözés volt, kiérkeztünk és meg kellettek ránk is lőni. Ott vannak. Nálam mondom, csak egy kis piszta, vagy semmi véde nem. Három elkövető fixen van, négy. Mert nem vagyunk jó helyen. Sehol nem vagyunk jó helyen. De legalább ketten. Nem tudom, hogy négy felvenni a kartot, mert vizel vannak. Akkor hagyjuk el a helyszínt, vagy mire nyit? Az kéne. De jön lévő másik két kollég. Szerintem már nincsen senki. Nem tudom, hogy be tudunk-e szállni az Interceptorba és elhajtani. Semmi kép futó. Hát akkor... Miért el? Sarok. Az Intertől lefelé hát, a kapusz irányába. Hölgyem, sarok. Arra. Oké, lehetünk. 3, 2, go! Szóra, ha megvannak. Elkezdtük futni! Jó, oké, fedezébe vagyunk nagyjából. Fedezébe vagyunk mi.
autó, mi? Hú. Ennyi. Lejutottunk nagyjából a régi kórházig. Jó, most lehet azt, hogy fogta a végét keresni. Jöjjenek, jöjjenek! Körülbelül 67 elkövető lehet. Azért mondom, hogy sokan vannak ők autóvatában. Tüzet nyitottak rám. Akkor fussanak. Ne lövöldjenek pedig. Jól megy. Még meg vagyunk, igen. Vannak kollégák. Meg vagyunk. Futunk? Mint a nyulak? Hát persze, csak hát nagy kaliberre, hogy harlánk tüzdenek, az nem túl könnyű. Megvárom maga, hogy jöjjön. Háztakarásába fusson, kollega. Hova lett az utolsó, kollega? Mindannyian meg vagyunk. Hát ott. Négyen volt. Itt vagyok, elől. Láttam, igen, most meg. Jó, Arkád is irányra fuss. Mi van, Joel, figyelek? Jó, én nem megyek minden nap konditerembe. Na jó, én igen. Hát, ezt én mondom. Hát, ez borzalmas. Hányan vesztünk oda? Sokan. Legalább hatan. Nyugtat. És akkor most mi lesz, visszajövünk, vagy ez ennyi? Jövünk vissza, szom. De egy picit később felszerelkező visszanézünk, hát ha a kollégák esetleg még. Nem tudom. Muszáj ennem valamit, mert ide halok. Minden rendben, Korüge? Igen. Most már nem annyira. Menjünk, vagy nem menjünk? Mi futunk vissza éppen. Kórházba jöttek, vagy mi a helyzet? Kihallgatóban, Anikos, nem? Kihallgató? Mi a kihallgatóban? Nem a TPT tréningben most. Hányan vannak? Hát ketten a izével, a Tormban, Király Tamással, meg... Jó, valam. Szerintem mindegy. Meg autól ki visszavettünk, vagy? Az autóval kell visszamegyünk meg ilyesmire, igen. De jó van már, de ezt tuti valami... Ám persze, maga a rendőr már két éve, még két hete. Elnézést. Szia. Hát kerestél még, igen? Bárcsak nekem venné fel így valaki a telefon. De igen, ott vannak a banknál, de tártalan lesz az is hamarosan. Jaj, vissza kéne. A Mustang. A Mustangom, de igen, azért is ugye visszamegyünk. Nem Mustang? Interceptor. Akkor Interceptor. Jól van akkor. Hát majd mindjárt ránézzünk arra is akkor, azért köszi szépen. Azt hittem a banknál gondoltad, de mondom. Jó, okés. Jó, okés, mondja, megyünk, majd nézzük akkor, köszi szépen. Hello. Muszáj már legyen, mert vissza vagyok. Igen. Nem véletlen van rajta. Hát olyan jól néztem ki pedig így. Hát ki kell érdemelni, tudod? Köszönöm. Amit visszaírunk, én is visszaveszem. Én eldobtam a banknál. Bebasztam egy bokorba. Jó, hogy helyett minket.
Hát, sporttól. De ez miből van? Acélból. Ez durva. Az. Ez is külön élmény volt. Puszti úr egyes. Hát csak csapatépítő. Ez az volt. Az csapatépítő. Kaját ide! Kolléga merre van? Amint? Kolléga. Most, mi? Nem látott. Gyülekező volt az előbb a Dalindaszos brigáddal, sokszor aztán összeültek autókba, ilyen rendszám nélküli autókba, szóval oda kell figyelni a járőrségekre, hogy nagy gáz legyen. Tjű. És biztos, hogy akkor? Siplott üdöm. Mindent láttam. Mi csinálsz? Nikos? Hát érletlennel voltam kint, aztán láttam, hogy a gyülekeztek kockapart előtte vagy olyan 10-12 fő. Barkolóba tabletteli. Jó, okés. Ne engedjék el kapitányságról, kérem. Most indultam viszont Démonnal a kórházba. Igen, igen, ki van? Gyere vissza, légy szíves kapitányság. Hova? A garázsba, aki itt van a rádión, a garázsba. Mindenki, oké? Egy garázsba. Érkezem én is pillanat. Sügetjék, hogy azt mondtad, hogy 10-10. Azt mondtam, hogy 10-4. Elnézést. Semmi gond, semmi gond. Hova lettek? Hát ott arra futott. Arra. Tehát mindenki, aki jelenleg szolgálatban van és a rádión tartózkodik, a garázsba jöjjön le, kérem. Mindenki. Még kívülök itt a parkolóba. Intézzük egy eszméletlen. Leszünk cseszve? Nem. Bajba vagyunk, de én is. Tehát pont annyira, mint ti. Rendszem nélkül utokba gyülekeztek a Leonidesznék elvileg. Szóval. És most balhéztunk a Jakabbal. Szóval oda kéne figyelni, mert feltehetőleg akkor valaki... De Jakab nekünk konkrétan megsukta a fülembe, hogy ha kiszabadulunk innen, akkor neked tudja egy annyi, és tudok csapni meg ilyenek. Oké, csak akkor erre figyeljünk. Hát de amúgy ahogy jöttünk ki a kiallgatóból, jó, nem tudom, mert nem voltam ott. De jó, megtámadott szóval. Hátból, aztán én meg visszakanyagöltem neki kettő. Le lett rabosítva? Ne, persze, nem rabosítva, megcsináltam az ügyetet. Bencsi, csinál most? Nem, hát egysége nem volt, hogy meg a kihallgatás, meg minden, hogy börtönbe rakjam, de jó, elkortam engedni hátul, visszaadtam az elepont meg a rádiót neki, aztán hátba támadott, aztán meg igen. De már azért le kellett volna rabosítani. Hát jó, de hát itt van a kapitányság előtt, ott fekszik a földön, csinálja hóangyalkálkot, legalábbis próbálja, mert igen. Ez véletlen? Hát kicsit izmosabb vagyok mindő. Jó, értem. Elmettem a baj. Jó, ennyi, tehát figyeljetek oda. És majd hármas egységbe fogunk menni biztos, hogy biztos, csak megvárjuk meg a többieket. Én ezután le szeretném adni a szolgálatot. Te vagy a... Vászai Viktor, igen. Oké, okay. Igen, téged. Meg amúgy is ti vagytok a sztárcsapat, akik mindenkit elrabolnak, úgyhogy jöjjetek. Hát... Ma még nem raboltak el. Modex, köszi szépen a követést. Ma még nem. A pipát kivettem. Ma még nem. Még, jó. A múlt héten. Nem tehetek róla, hogy kelendőek vagyunk. Hát, nézzél rám, meg jó, hogy kelendő vagyunk. Hát jó, hogy kelendő vagy, hát azt látom. Na. Miért megtam esetleg? Múltkor tőlem is kapott egyet, ha jól emlékszem. Jól van? Kérdés, hogyha rekosztál volt, kiengedi a kórházba egyébként. Felelődik. Ez már kijárt. Hát... Tudjátok, nagyon... Hol? Nagyon nagy bók volt az arcán. Ja. Köszönöm. Aha. De el nem viszi mekkora. Köszönöm. Na, meg majd el kell menni a kocsiainkért, amikor ott vannak a bankelőtt, meg van egy ilyen az éjszakinál is. Azt mondom, igen, viszont a kollégákat kéne elmenni a kórházba. Szerintem először, legyünk egy pára. Ha kórházba megyünk, akkor én is szeretnék eljutni a kórházba, mert hát a kolléga tehet róla. Ez egyre nem vagyok. Szerintem... De. Nem tudom, hogy mi van velük. El tudok menni egyébként civilben is, tehát, hogy... Csak a legyőségjel. És
Nola, azt hallottad, most hogy... Most a pakóba. Hogy a... Rendben. Tóbi el fel akart mondani? Felfüllel, ja. Aha. Akkor megyünk a kórházba, vagy adjam el a szolgálatot, és menjünk oda, menjek oda civilben. Elnézhetnek a Daniel-lel, azt hiszem Daniel-lel. Igen, igen. A kórházba csak Charger-rel, vagy Démonnal, vagy Demon Mustang-gal, tehát hogy... Gyorsan. Öt személyessel. Ja, jó. Vagy... Okay. Becsatoltam a biztonságot, köszönöm. Mindenképp. Igen. Marha jól néz ki egyébként ez az autó. Belülről is, de kívülről is. Kiszállom. Ó, nyugodt. Nem megyünk be oda? Mert ha meglátnak minket, akkor lehet, hogy minket elfoglalkozunk. Hát, túl a fontos, szerintem úgy is. De se? Hát, már jók vagyunk itt. Jó, jó, jó. Jöjjünk be. Oké is. Na már sem nyugodt, ne jön. Nem, nem, köszönöm, én itt jól vagyok. Csak nem, jól vagyok én. Van egy ötletem, elbújok. Na, mi a helyzet? Semmi, nem tudom. Szomorú. Van, van még valaki hátul, nem? Ó, nem tudom, nem láttam senkit. Nagyon jó. Hatalmas. Nem mi volt vagy? Hát... Pár fogatlan. Ja, szokásos. Mm-hmm. Csatogtatás volt, csatogtatás. Csicsap, ildul, tiftaf. Rum, rum. Ratata, meg ilyenek. Megpróbáltuk a lehetetlen. Aha. És pisztoly a nagykori ellen. Fogpiszkálóval, nem tudom, Szabja ellen. Négyen, hét ellen, amit láttunk. Hát... Hogy jöjjünk el. A kezdetekben nem négyen voltunk. Ennyien maradtunk. Ők az gáz. Gyorsabbak voltak. Kis pisztoly, ne pisztoly ellen. Aha. Amúgy nem az a baj, hanem a sorozatot lőjék meg, nem? Hát nekik, nekik nagyobb volt. Nem probléma. A kaliber. Nekik nagyobb volt, minden értelemben. Meg ők mágusok volt, az meg, hogy kinézte, hogy bőjött rám a permet. Álltam egy fal mellett, infóztak, hogy ha most ott kinézek, kinéztem, azt csak annyit vettem észre, hogy csattognak körülöttem a golyók. Mondom, hogy jó. Nézem, gec, mindenki ott van a fettem, mondom, biztos, hogy ott rohangáltam. Elment az úttól, de azt jött rá a permetek két nagykaliból. Menjünk a picsába, innen. Na, menjünk. Ott állam ezt a kórházat, nem tudom. Sokszor csak... Nem kapok ellátást akkor ezek szerint. Azt mondom, most vadásztak minket. Micsoda? Most vadásztak minket. Mer? Fantasztikus. Nem sem ki autó. Mer? Ne faszom tudni. Iron Gunnál vannak. Hol nem megyünk? Ülést előre tolom. Ne, jó. Most fel kell szerelkeznem, mert semmi is nála. Tudok adni egy sokkolót. Mondtam Nolának, hogy helyben kerüljük körül nézni, mit szólsz. Hát, jó. Hogy nehezebben kapnak el. Igen. Vagy menjünk föl mindannyian a kapitányság tetejére, és csak üljünk le. Kerülj fel, az vagy kevesen maradtam, szerintem ugye úgyis. Jövök. Én szerintem leadom, ha visszaértünk. Ellátást ma már nem kapok. Nem tudom, miért vadásznak ránk. Fontosan. De itt van, mit itt mondtak ebbe a
Azt a bukartant, akit behoztunk. Ja, miatt valamilyen ember miatt? Jaj. Ezért vadásznék a rendőrökre, mi vagyok, nyula? Nem tudom, ez meg, de már unom egyébként, majd a 30 sokat lőtték le róla. Szig? Már unom. Pászol, Viktor, 10-10. Használva össze a lőtered. Még lövöldözni kell velünk, rohadt szépen. Kész ücsé, bazd meg. De nem jön az a csukével. Megint megy lőni a lőt. Ez mindig izé. Jöjjön. Ebbe. Ezek között a sorakosságra, jó? Nyilván, nem vigyük be. De mi helyzet, mindenki ember? Kétszer elbaszott a rendőr autóra, de utána olyan utolgatütött. Csak betározunk, mert jó, nem tudom úgy, hogy... Dehogy nem. Be kéne vinni. Ha nincs rajta körözés, akkor nem. Ha nincs. Nem, akkor ráhoztam a felszínkelikopterre? Szerintem megtaláltuk a konvojt, a rendszám nélküli konvojt. A Leonidas székét. Jó van? Vagyunk, igen. Ahol érted, menni kell, vagy nem? Vagy... Kapitányságon vagyok. Visszanézzünk a bankhoz, a kocsikat elhozzuk, meg levesszük a lezárást a királlyal. Na, hát ennyi volt a szolgálat mára. Szerintem ma már annyira nem érdemes agrárkodni, mert picit felcseszte az anyamat az, hogy megint rendőrökre megy a vadászás. Ez nekem RP-ben sosem volt a kedvencem. Ez a dolog. Tehát ízlések és pofonok. Úgyhogy... szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő figyelmét. És elbúcsúzni. Mára legalábbis az RP-től mindenféle képen. Igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hagyd meg tényleg Lajosnak és Madexnek a követéseket. Ez okvetlenül fontos. Igen. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt végig a streamen. Köszönöm szépen a sok-sok megtekintést és a követést, illetve a megtisztelő figyelmeket még egyszer. És hát legközelebb találkozom. Nem tudom, hogy holnap-e. Lehet, hogy holnap milyen nap van, mert már összefolynak a napok számomra egy kicsit, többet. Azt mondja, hogy holnap van csütörtök. Aha, pénteken fixen nem lesz stream. Lehet, hogy holnap csütörtökön viszont egyet beiktatunk. De pénteken biztos, hogy nem lesz stream. És az elsői héten pedig ez még nem biztos. Láthatólag nem lesz stream, ez 7-e fixen, nem pasozva sem. Meg utána majd itt volnak természetesen a streamek, én sem vagyok sajnos időmilliómos. De majd azt, hogy mikor lesz és mikor nem tud lenni, azt majd előre egyeztetni fogjuk. Lehet, hogy beállunk a hétvégenkénti dolgokra, de minden esetre így akkor hát ennyi. Főtt bele mostanában, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a követéseket, illetve a figyelmet még egyszer. Ez az adás is, minden adás visszanézhető a YouTube csatornán, amit itt leírásban meg is találtak. Arra menjetek nyugodtan is, iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok, hogyha tetszik. Illetve felkerült oda a YouTube csatornára egy végigjátszás Ritter kollégával, amit még régebben csináltunk, a Sniper Elite-t, az egy régi streamből van. Az a végigjátszás, de igen, a Sniper Elite-ből. Az is egyébként egész jó volt, az utolsó részt ezt kifejezetten ajánlom, az elég jól sikerült. És szerintem egyébként az összes többi is egész jó lett. Úgy
köszönöm szépen a mindenkinek, aki megtisztelt minket, és hát további kellemes estét legyenek, jók, és sziasztok!